Az idei Magyarország tortája versenygyőztese a Somlói Revolúció torta, Damnicki Gyula Balázs, a székesfehérvári Damnicki cukrászda tulajdonosának alkotása. A mester a régi bevált nemes anyagokat és a hozzájuk fűződő emlékeket egy mai, modern európai torta formájában gondolta újra. A szokásoknak megfelelően megyénk legjobb cukrászai az idén is elkészítették és bemutatták az ország tortáját. Nincs semmi köze nincs szerintem a somlói galuskához. A somlói galuska egy teljesen más receptúra alapján készül. Ez egy más irányzat, az, hogy hasonló név kezdettel van, ezt valaki így találta ki, és így jött a köztudatba. Hát azért nem olyan egyszerű ez a torta elkészítése, borzasztó időigényes, és ugye a minőségi nyersanyagok miatt biztos, hogy nagyon fogják szeretni a vendégek, mert belga csokoládé van bele előírva, ugyanúgy fehér, mint a sötét csokoládé, és az nagyon finom. Tehát az, ha szabad ezt mondanom, nem hazudtolja meg magát. Szeretik, sőt, ez a csokoládé most már szerintem kuriózum is lesz, amivel dolgozunk, és én azt veszem észre, hogy az emberek inkább a minőségre adnak most már, és ugye volt egy olyan rész, amikor portvízzel összekevertek, és akkor kész a sütemény, nem. Most inkább azt mondják, hogy kevesebbet teszem, de az minőség és nagyon finom legyen. A tatai édesszájúak majd szerdán kóstolhatják meg az idei ország tortáját. A tataiak holnap után, tehát szerdán 20-án kóstolhatják meg úgy a menteset, mint ahogy ezt a somlói revolúciót. A bemutatón ott volt a megyei közgyűlés elnöke, Popovics György, aki maga is nagy rajongója az édességeknek. Csokoládé csokoládéval. Most már kevesebbet teszem, mert felhívták a figyelmet arra, hogy a pocak az egyenesen arányosan nő a csokoládé fogyasztással, de hát ez a habos, krémes, fehér csoki és fekete csoki torta, hát ez fantasztikusan finom volt. Hát ez a lényege, hogy ne tudja akárki megcsinálni. Ma ugye a háziasszonyok fölraknak egy receptet az internetre, árulják pénzért. Ne lehessen ezt megtenni, hanem ez tényleg a mestereknek a dolga legyen, és a másik az, hogy tényleg olyan alapanyagokat tegyenek bele, amit a receptúra tartalmaz. Ugye otthon, ha csinál valaki, hát egy kicsit ezt kispórol, azt kispórol, lehet, hogy nem is tud olyan belga csokoládét szerezni, ami belevaló, tehát itt ehhez az imáshoz hozzátartozik az, hogy ezt ne lehessen könnyen elkészíteni, és nagyon jó alapanyagokból készüljön. Van néhány kiemelkedő cukrászdánk, de és cukrászt mesterünk, akiket most nem emelek ki név szerint, de aki ismeri őket, az mindenki tudja, hogy mire képesek. És én azt hiszem, hogy ez az ország tortája, ez tényleg odavaló a legjobb cukrászdába, a legjobb mesterek kezébe.